Geopen Kiadó egyik legjelentősebb könyvheti újdonsága Muriel Barbery újabb regénye, magyarul természetesen. Nagy sikert aratott nálunk is magyarul az első regénye, a Sündisznó Eleganciája. Most végre kijöhettünk a következő regényével is. Ez egy nagyon érdekes történet egy étteremkritikustól, legalább olyan sikerre számítunk, mint a Sündisznó Eleganciája esetében. Másik különlegességünk egy amerikai költőnőnek a regénye. Ez egy reneszánsz időkben játszódó történet, egy nagyon érdekes fiatal nőről, aki az orvoslást választotta hivatásául. Ferencéből indul a történet, végigjárja Európát, és közben megismerkedhetünk különféle gyógymódokkal, természetesen regényes formában, úgyhogy nem akarok senkit elijeszteni. Egy nagyon érdekes, unikális történet. Émitánt sem kell bemutatnom, illetve őt nem kell bemutatnom a magyar közönségnek, néhány regénye már megjelent magyarul, szerzett is magának olvasótábort. Most jelent meg a Gyógyító Lánya című ismét anyalánya kapcsolattörténete, illetve a hagyomány és a modern életforma ellentétei, ellentmondásai és vállalása, ez a történet lényege. A negyedik érdekességünk Madame Tussaud története. Michelle Moran befutott életrajzíró, regényes életrajzokat ír, azt kell mondanom, nagyon élvezetes, nagyon nagy kutatómunka előzi meg az írást nála, de ez nem válik az olvashatóság vagy az olvasmányosság kárára. Nagyon szórakoztatóan és nagyon informatívan ír. Tulajdonképpen a francia forradalom regényét ismerjük ebben meg, közben pedig Madame Tussaudról tudunk meg nagyon sok érdekességet. Kenizé Mouradot sem kell bemutatnunk, a szultána ismert a magyar olvasók körében. Ez most nem önéletrajzi ihletésű regény, hanem India 19. századi történelmébe visz vissza bennünket. India szabadságért folytatott harca, ami ezzel kezdődik, majd a 20. században sikerül kivívniuk. A krimi kedvelőknek tudom ajánlani Glenn Cooper Lelkek könyve című regényét, nagyon izgalmas, valójában a Holtak könyvtárának a folytatása, ugyanazokkal a szereplőkkel nagyjából, de aki ezt olvassa először, annak számára sem élvezhetetlen. Nagyon jól van megírva filmszerűen, nagyon úgy néz ki, hogy előbb-utóbb film lesz ebből a sorozatból. És a fiatalabb korosztály számára próbáltunk valami olyasmit találni, ami talán érdekes lehet. És egy Amerikában élő írónőnek a könyve, Kendare Blake Vérbe öltözött Anna című történetével próbálunk közelebb kerülni ehhez a korosztályhoz. Ez egy igazi gótikus történet, tehát rémtörténet a maga romantikájával és izgalmával, nagyon ízlésesen, de egyébként nagyon izgalmasan megírva. Egyébként ő egy fiatal írónő, ez a második regénye. Már készen van a harmadik, és ennek a folytatása rövidesen megjelenik magyarul is. És Stephen Kinget fenyegették meg azzal, hogy itt az utódja, a női utódja, úgyhogy valóban nagyon feszülten ír. Én szerkesztettem, és azt hittem, hogy nem fogom élvezni, de kifejezetten élveztem, úgyhogy tudom ajánlani.